Szinte már megszokott, hogy nyáron felüti a fejét valamilyen hányással és hasmenéses tünetekkel járó betegség. Idén nyáron is egyre többen fordulnak házi orvoshoz a vírus okozta megbetegedéssel. Ha megfogadjuk a szakember tanácsát, akkor jó esetben megkímélhetjük magunkat pár kellemetlen naptól. Mindenkinek a figyelmét felhívom, hogy azért mosatlanul gyümölcsöket, zöldségeket, főleg ami a föld közelében terem, például eper, ne nagyon fogyasszon, sőt, van egy olyan trükk a dinnye fogyasztásának is, hogy mielőtt meglékeljük a dinnyét, megvalljuk a dinnyét, töröljük át, mossuk le, mert a földdel való szennyezést azt bevihetjük így késsel. Akkor még szokott ilyen lenni. De nem csak a mosatlan zöldségek és gyümölcsök jelentik a veszélyforrást. Ha strandokon vagy élményfürdőkben járunk, ott is érdemes odafigyelni néhány dologra. Sok ember van kis helyen, a higiéniáról sem egyforma mindenkinek az elgondolás. Itt mindig javasoljuk, hogy mielőtt bemegyünk a medencébe, zuhanyozzunk le. Egyrészt magunkat is védjük, meg a többi embert is, és ha sokat-sokat kortyolnak, főleg kisgyermekek a medence vizéből, az óvatatlanul hasmenéssel fog járni. Ha bekövetkezne a vírusfertőzés, nem kell pánikba esni. Pár nap gyomorkímélő diéta és megfelelő folyadékbevitellel hamar túl lehet esni a betegségen. Emellett célszerű még valamilyen probiotikumos készítményt is fogyasztani a mielőbbi gyógyulás érdekében. Ha pedig ezek sem vezetnek megoldásra, akkor mindenképpen keressük fel a házi orvost.